Sziasztok! Ez tehát a hőtannak, a gázos résznek az utolsó foglalkozása. Megnézzük még ugye a termodinamika második főtételét. Ez is benne lesz a kis kérdések között, ott majd elmagyarázom. Hát olyan számolásos feladat nagyon ezzel kapcsolatban nincsen. Egy ilyen nagyon egyszerű kérdés lesz, de azért majd egy-két dolgot ott elmondok ezzel kapcsolatban, hogy ezeket a fogalmakat mindenki meg tudja érteni, vagy esetleg még utána nézzen, amit érdekli ez alapján, amit mondok. Amit a múltkor elfelejtettem elmondani, ez a Brown mozgásnak a fogalma. Ez ugye, hát beszéltük, hogy a gázoknak a belső energiája, az ugye a részecskéknek a mozgásából származik, ez a rendezetlen mozgás, hogy össze-vissza mozognak, meg forognak. És akkor ez a jelenség ezzel kapcsolatos, hogy a vízben feloldott kálium-permanganátnak az apró részecskéit, hogyha megfigyeljük mikroszkóppal, akkor ezt a mozgást, ezt végül is kísérletileg meg lehet mutatni, hogy tényleg mozognak ezek a feloldódott picike részecskék, és akkor ez alapján ugye megerősítés nyer, hogy a vízmolekuláknak a össze-vissza mozgása ez jelenti végül is a belső energiáját a rendszernek. Jó, nézzük akkor az első feladatot, ilyen számolásos dolgot, amit lecsatlakozok a töltőről. Hát nem mindegyik kimondottan érettségi feladat, de egy párat ide másoltam máshonnan az egyetemi példasorból, hogy legyenek még ilyen extrák. Acélpalacban zárt gáz nyomása 40 bár. Ugye az 1 bár az 10^5 paszkál, nagyjából ugye 1 atmoszféra, tehát annak a 40-szerese, hőmérséklete 37 Celsius. Mekkora lesz a nyomás, ha a gázfelét kiengedjük a palacból, és a hőmérséklet 12 Celsius fokra csökken? Na hát ezt csak azért választottam ki ezt a feladatot. Mondjuk volt már talán olyan, hogy kiengedtünk valamit a gázból, de azért nem olyan sűrűn szokott lenni. Úgyhogy nem áll, ha nézzünk egy ilyet gyorsan, hát nem lesz egy nagy sokáig tartó feladat, de azért érdekesség, hogy egy kicsit diopörölj kifogja rendesen, tehát a kezdeti nyomás az 40 bár. Akkor mindjárt átlátjuk, ha kell. És nem is biztos. A kezdeti hőmérséklet pedig 37 Celsius fok. És nyomás mekkora lesz, ha a gáz felé kiengedjük. Na most ezt, hogy a gáz felé kiengedjük, akkor úgy írom mondjuk, hogy az N2 az egyenlő N1/2, tehát ugye felére csökkent a mennyisége a gáznak. Tehát N2 az N1/2. És a hőmérséklet pedig lecsökkent, ugye T2 az 12 Celsius fokra lecsökkent. Kérdés, hogy mennyi lesz akkor emiatt a P2. Na még akkor ezeket a hőmérséklet értékeket ideírom, meg a 40 bár, ugye, tehát akkor az 1 bár az 10^5 paszkál, akkor az 40×10^5 paszkál, vagyis 4×10^6 paszkál. De valószínű majd jó lesz nekünk bárba is, csak nem állt akkor még erről itt beszélni. A 273-t ugye, hogyha hozzáadjuk, akkor az 310 lesz Kelvinbe. És itt is, hogyha hozzáadom a 273-ot, akkor az 285 Kelvin. Oké, okay. Na most ezt a feladatot az állapot egyenlet segítségével fogjuk megnézni. Leírom kétszer az állapot egyenletet, először ugye az első esetben, aztán a második esetben, mivel az állapot egyenletnek azért a neve, hogy állapot egyenlet, mert bármely állapotban teljesül, tehát ha az egyes állapot ilyen határozókat írom be az egyenletbe, akkor is jó, meg hogyha a ketteseket, akkor is. Ami nem változik, oda nem írok egyes meg kettest. Tehát a térfogat ugye,
az most ugyanaz, mert van egy acélpalack, aminek nem változik a térfogata, tehát ide zárójelbe odaírhatom, megvettük egy másik ilyen, nem tudom melyik volt akkor a jó fekete, amiben még van. Ugye odaírhatjuk, hogy a V1 az egyenlő a V2-vel, egyenlő akkor csak simán V, tehát ezt nem kell indexelni, mert marad ugyanannyi. Oké, tehát akkor leírom, hogy P1V az egyenlő N-szer-S-szer-T, tehát N-szer-S-szer-T1, és a P2V, ugye itt van ez a P2, ezt szeretnénk megkapni, ez pedig egyenlő N2-szer-E-szer-T2. Jó, majd mindjárt beírkálok mindent, tehát ugye helyett például N1/N2, ilyen a hőmérsékleteket, itt lehet, hát hogy be kell leírni, majd mindjárt meglátjuk. Na most ugye, ha ezt szeretném megkapni, akkor a térfogatunk nincs meg, de nem zavar engem, mert csinálhatok egy olyat, hogy elosztom mondjuk a második egyenletet az elsővel. És akkor itt kapok egy olyat, hogy P2/P1, a V az ugye kiesik, direkt ezért trükközök, itt meg majd az L. Tehát akkor kapok egy olyat, hogy P2/P1, itt pedig kapok egy olyat, hogy ja, ezt osztom ezzel, akkor N2/N1. Most direkt úgy írom, hogy egymás alá írtálom a dolgokat, hogy hogyan állnak egymáshoz. Ugye ez kiesik, itt pedig akkor T2/T1. És már csak annyi dolgom van, hogy itt ezzel a P1-jel felszorozzak, és meg is kapom, hogy mennyi lesz szépen a P2. Tehát P1/N2/N1/T2/T1. És akkor be kell írkálni a dolgokat. Na most, hogyha jó nekem a végeredmény bárba, akkor beírhatom a 40 bárt, és akkor ezek ugye csak ilyen arányszámok, mert ez is csak egy szám, ez is csak egy szám kelvin kiesik, és akkor a végén, amit kapok, az bárba lesz. Tehát ha most nekem jó a végeredménynek a bár mértékegység, akkor még lehetne. De írhatnám azt, hogy 4x16-on paszkál, és akkor meg paszkálba kapom meg. Oké, na most, az N2 az ugye fel annyi, mint az N1, hát akkor most az N1-jel már kapásba egyszerűsítek, és akkor írhatom, hogy az 1/2. Tehát mindjárt lecsökkent a 40 bár, ugye 20 bárra, emiatt, hogy a felét kiengedtem, de még a hőmérséklet csökkenése miatt is jön egy szorzó, mégpedig 285/310. Nem írok mértékegységet, hogy Kelvin, mert mikor odaírhatom? Mert ugye első dolgom után is az lesz, hogy egyszerűsíteni vele, tehát teljesen mindegy, csak nem a Celsius írjuk be az eredetit, mert akkor ugye ez nem működik, tehát mindenképp át kell váltani Kelvinbe. És akkor, ha ezt szépen kiszámolgatjuk, a végeredmény 18,39 bár. Jó, hát ez nem volt egy hosszú feladat, de ez, hogy ilyen kiengedéses dolog van, hogy is mondjam, tehát a legegyszerűbb dolog, ha úgy tekintünk az N-re, tehát hogy mennyi a gáz mennyisége, mint bármelyik másik állapot határozóra itt az egyenletbe, és akkor ugye, hogyha ez itt állandó, meg ez a konstans ugye ez mindig állandó, akkor ugye a többit úgy kell pakolgatni, hogy jó legyen. És akkor kijön nekünk ez az egyenlet. Tehát ugye erre most még azt sem mondhatom, hogy ez a egyesített gáztörvény, mert ugye az is állandó mennyiségű gáza van, hogy a PV/T állandó, ugye, hogyha se a P, se a T, se a V nem állandó, tehát minden változik, például egy ilyen adiabatikus állapotváltozásnál, de ez olyan, hogy még az N is változik, ez semmi probléma, ugye felírjuk itt az állapotegyenletet, elosztjuk, és akkor már nem marad benne, csak ez az egy ismeretlen. Jó, na nézzük a következőt, mert sok beszédnek sok a zajra, aztán meg úgyis mindenki annyiszor nézi vissza, ahányszor kedve van. Ideális gáz állandó nyomáson tágulva 200 joule munkát végez. Mennyi hőt vesz fel eközben, ha adiabatikus kitevője, a kappa az 1,4? Hát ez egy ilyen rövid tevelős
feladat. Tehát annyit tudunk, hogy a gáznak a munkája, tehát ugye ahogy tágul a gáz, nyomja ki a dugattyút, nő a térfogata, expanzió van, úgy is szokták mondani, tehát a gáz végez pozitív munkát. A P, hát ugye nem mondták, de a gáz mennyisége is állandó, ugye nem engedünk közbe ki. Hát lehet olyan, hogy szelel közben, és akkor még itt bonyolódik, hogy az N az nem állandó, de emiatt ugye, hogy ez a kettő, ez egy szép izobár folyamat lesz, akkor speciális állapotváltozás. Jó, mennyi hőt vesz fel közben? Adiabatikus kitevője a kap az 1,4. Tehát azt a hőt kérdezi, amit a gáz kap. Ha ez pozitív, ugye a Q, akkor az azt jelenti, hogy kap. Ha negatív lenne, akkor az azt jelenti, hogy leadna. Vigyázzunk, állandó gyorsanok, igen, megjött ez. Jó. Na most, először is kezdjük azzal, hogy mi ez a kap, az adiabatikus kitevő, mert ebből meg tudjuk mondani, hogy milyen gázról van szó. Egyatomos, kétatomos, vagy a lineáris, vagy sokatomos gáz. Ugye ez a kappa, a múltkor megbeszéltük, hogy ez az állandó nyomáson vett fajhőnek és az állandó térfogaton vett fajhőnek a hányadosa. Hát, hogyha az adiabatikus folyamatra le akarjuk vezetni, hogy a PV diagramon milyen görbe mentén halad az állapotváltozás, elindulva a hőtan első főtételéből, akkor pont kijön ez a hányados, és akkor azért bevezették, hogy hívjuk már akkor kappának, ott az F per 2 plusz 1 per F per 2 hányados bejön, és akkor azt megveszik kappának, de az meg pont amúgy a fajhőknek a hányadosa. Ugye gázoknál attól függően, hogy hogy próbáljuk melegíteni a gázt, engedjük-e tágulni, kicsit engedjük tágulni, esetleg összenyomjuk közben, a fajhő az sokféle értéket vehet föl, minden folyamathoz ki lehet számolni egy fajhőt, úgyhogy két ilyen speciális fajhőt szoktak megkülönböztetni, az izobár folyamatra, meg az izokor folyamatra, amikor teljesen szabadon engedjük tágulni, meg amikor egyáltalán nem engedjük tágulni. Melegítés közül, ugye hűtéskor meg természetesen összehúzódnak. Oké, de mivel ugye itt egy moláris tömeggel kéne csak osztani, hogy ebből mol hőt kapjunk, ezért természetesen mind a kettőnél ugyanazzal kell osztani, így aztán a fajhők aránya, vagy a mol hők aránya, az tök mindegy. Viszont a mol hőket könnyen ki lehet fejezni, ugye, a múltkor meg is csináltuk, a egy részecskére jutó szabadsági fokok számával az F-rel, tehát ugye ez F per 2 plusz 1 szer R, ez pedig F per 2 szer R. És akkor a R-rel egyszerűsítve, kettővel bővítve azt kapjuk, hogy F plusz 2 per F. Na most, az 1,4-et azt át lehet úgy írni, hogy 7/5, és akkor jobban azonosítani tudjuk, hogy mennyi az F. 5. Jó? Tehát ugye ennek egyenlőnek kell most lenni 7/5-del, ezért aztán F egyenlő 5. Két atomos vagy lineáris részecskékről van szó, hoppá, vagy töltjük itt közbe. Aztán nehogy megállna a felvétel, akkor... Ja. Oké. Na most... Az izobár folyamatnál ezt a munkát, a gáz munkáját, hát végül is csak két folyamatra tudjátok a középiskolába felírni a munkát, meg hát egy jó egy ilyen közelítőre, ugye, amit a múltkor csináltunk ilyen trapézzal, esetleg még lehet,
bűvészkedni, de ugye az izobár folyamatnál egyszerű, mert hogyha állandó a nyomás, akkor csak egy téglalap van ugye a grafikon alatt, és akkor tágulásnál a gáznak a munkája az állandó a P, tehát csak simán P szer delta V. Azért is most előtte a mínusz, mert ez nem a dupla V, tehát a környezet munkája a gázon, ami mínusz P szer delta V, hanem a gáz munkája a dugattyú, ahogy nyomja ki. Tehát ellentétje, mert ugye a két erő ellentétes irányú, a befele ható erő a környezet által, meg a gáz által kifejtett erő kifele. Úgyhogy ezért a két munka ellentétes előjelje egymásra. Oké, de a múltkor láttuk, most ezt nem akarom még egyszer részletezni, hogy izobár folyamat esetén ez átírható úgy, hogy NR delta T. Tehát ugye a P egyenlő NRT állapot egyenletbe, a bal oldalon ugye a P állandó és a V változik, a jobb oldalon pedig a NR állandó és a T változik, ezért aztán írható úgy, hogy ez a két dolog ez egyenlő egymással, de mondom, ez csak izobár folyamatnál, és most pont az van. Izokor esetben delta P szer V lesz egyenlő az NR delta T-vel, szerintem ezt is mondtam a múltkor. Jó, ezt fel fogjuk majd használni mindjárt. Tehát ha valahol látok egy NR delta T-t, vagy egy P szer delta V-t, az nagyon jó, mert arra majd írhatom, hogy ez 200 Joule. Na írjuk fel a hőtan első főtételét, ugye delta EV egyenlő Q plusz W. A plusz W helyett írhatok mínusz W gáz, mert ugye ez a kettő ellentétes egymással. Azért írok ezt, mert ugye ezt adták meg, úgyhogy szeretném így használni. A Q-t kérdezi, átviszem ugye plusszal a másik oldalra, és hát hozzáadok mindkét oldalhoz ezt a 200 Joule-t, a dupla végét, és akkor azt kapom, hogy delta EV plusz dupla végét. Na most, hogyha valaki azt kérdezi, hogy jaj, de hát nincs megadva a delta EV, nem baj, mert ugye fel tudjuk mi azt írni, hogy a belső energia megváltozása az, hogy van. Akár úgy írom, hogy F per 2 NR delta T, ami mégis is mindig jó, ha az N állandó. Vagy ebben az esetben ugye át tudom írni az NR delta T-t, úgyhogy P szer delta V, de nincs rá szükség, hogy átírhatnám, ha akarnám. De ez az F per 2 NR delta T, ez teljesen jó lesz nekünk. Ahol ugye az F per 2 az 5-2-et, ez meg 200 Joule. Megadták, hogy a munka az 200 Joule, és a munkát így lehet kifejezni. Úgyhogy tovább írva itt a dolgokat, Q egyenlő 5-2-szer 200 Joule, meg az eredeti 200 Joule az ugye 2-2, akkor ez már 7-2, ami 3,5, 3-szor 200, az 600,5, akkor az 700 összesen. Ez még bele se kell kampanom füzetbe. Jó, és akkor izobár esetben, ez nagyon hasznos ez a dolog, ha észben tartjuk, hogy ez a kettő ez mindig egyenlő egymással. És akkor ennek megfelelően a Newton első főtételébe elég könnyen ki lehet fejezni akkor a felvett hőt, vagy ha esetleg leadott hő, akkor azt. Jó, hát ez ennyi volt, úgyhogy nézzük a következőt. Majd letörlöm mindjárt. Egy 5 literes palackban 0,1 megapaszkál nyomású nitrogéngáz van. Hát ez nagyon ilyen extrémnek tűnik, ez a 0,1 megapaszkál. Ne pihenj már még most. De ez ugye pont a 100 kilopaszkál, ami az atmoszferikus sima nyomás, úgyhogy csak ilyen furán adták meg.
Nitrogéngáz van benne, ugye az két atomos, tehát F egyenlő 5 lesz, azaz egy részecskére jutott szabadsági fokok száma, ugye 3 transzlációs és 2 forgási. Mekkorára növekszik a nyomás, ha 1,5 kilojoule hőt közlünk a gázzal? A nitrogén adiabatikus kitevő 1,4, ez redundáns egyébként, mivel tudjuk, hogy ha az F egyenlő 5, akkor ez F plusz 2 per F, az ugye 7 ötöd, vagyis 1,4, ahogy az előbb is láttuk itt. Jó, hát akkor ez meg egy olyan, hogy ugye ez 5 literes palack, az fix. Tehát a térfogat az most konstans, egy izokkor állapotváltozás lesz, melegítjük végül is 1,5 kilojoule hővel, 1500 joule. Oké. Okay. Na, 5 liter a térfogat, konstans, tehát nem írok egyet, meg kettőt indexnek, hanem fix. 5 liter, hát írjuk akkor, hogy ez 5000 köbméter, ugye, mert 1000-el kell osztani, 1000 liter egy köbméter. És a P1 nyomás az 0,1 megapaszkál, ami ugye 10 az ötödiken paszkál is. Rendben, mekkora növekszik a nyomás, ha 1,5 kilojoule hőt közlünk a gázzal, tehát 1,5 kilojoule a hő. Megvan adva az adiabatikus kitevő, hogy 1,4 és a P2 a kérdés. Ja. Na, most az előbb már még föl volt írva, hogy ha az az adiabatikus kitevő az 1,4, akkor az azt jelenti, hogy egy 7/5, ebből pedig következik, hogy a egy részecskére jutó szabadsági fogok száma az 5. Úgyhogy ezt majd szépen felhasználjuk. A másik dolog, ami ugye itt következik, hogy ez egy izokor állapotváltozás, vagyis a delta V az ugye 0. Ennek következménye, hogy a térfogati munka, mivel nincs térfogatváltozás, tehát nem mozdul a dugattyú sebefele, se kifele, nincsen makroszkopikus elmozdulás, csak a részecskéknek a rendezetlen mozgása, de azt ugye nem számítjuk ennél. Ezért aztán a dupla V az 0. Úgyhogy, ha fölírjuk a hőtan első főtételét, akkor az úgy fog kinézni, hogy delta EB egyenlő Q plusz a nulla. Tehát azt akkor oda se írom, mert nulla. Rendben. Na és akkor ezt ugye tudom. Az előbb mondtam pont, hogyha izokor eset van, akkor ez a ugye az első energia változásában ezt írhatjuk, hogy ugye F per 2 NL delta T. Ezt írom csak, hogy Q, mert ezt megadták, hogy 1500. Viszont az izokor esetben ugye egy P-szer egyenlő NRT, itt most a V állandó és a P változik, a másik oldalon meg csak a T változik az állapot egyenletben, egy izokor állapotváltozásnál, tehát itt meg pont az lesz, hogy delta P-szer V egyenlő NR delta T. Ha valaki nem látja, hogy ez hogy jön ki, akkor írja fel az állapot egyenletet az egyes esetben, ugye a V az fix, az N meg az E szintén fix, írja fel a kettes esetben, és mondja ki a kettesből az egyest, ugye a V az nem változik, a P-nél kapjuk, hogy P2-P1, ami pont ugye kiemelve a delta P, itt megkapjuk, hogy T2-T1, az meg ugye a delta T. Tehát gyorsan be lehet látni, hogy ez hogy jön ki a munka után, meg is csináltam. Emlékszem, de bárki meg tudja gyorsan, és ezt akkor kicserélve erre kapom azt, hogy F per 2 delta P szer V egyenlő Q. Hát most írhatnám azt, hogy ez P2-P1, és akkor egyből a P2-t fejezzük ki, de lehet, hogy egyszerűen most ezt a delta P-t kifejezem, azt majd hozzáadom a P1-hez, és megvan a P2.
Úgyhogy ez a delta P 2Q per SV. Így. És akkor számoljunk. A 2x1500 az már 3000. Az F az 5. Ez meg ugye 5000. Mindent SI alapegységbe kell beírni, hogy a SI alapegységet kapjunk. Tehát nem, hogy valaki majd ilyenkor beírjon egy 5 litert, mert akkor már kész is el van mondva az egész. Tehát 5x 5000 köbméter, és akkor hát kapunk egy jó nagy számot, 0,12 megapaszkált, tehát akkor itt 120000 jön ki a delta P-re, de ez még nem a végeredmény, mert ugye ez csak a nyomásnak a változása, indultunk 10 az ötödikenről, hozzáadjuk akkor a 1,2-ször 10 az ötödikent, tehát akkor a P2 az úgy fog kinézni, hogy a P1 meg a változás. Ezért aztán 100000 meg 120000 az 220000. Hát most így kiírtam, kinek hogy tetszik. És ennyi. Tehát ez se egy nagy. Azért vettem nyugodtan ezeket a feladatokat ki az egyetemi példasorból, mert hát bárki láthatja, hogy matematikailag nem egy nagy baszizdasz, tehát nem kell itt se deriválni, integrálni, meg ilyen bolyogó dolgokat csinálgatni. Egy-két osztás szorzás, és akkor meg is van a végeredmény. Viszont itt is egy érdekes dolog jön elő, ez, hogy ezt ilyen szépen föl lehet használni, és akkor nagyban leegyszerűsödik a dolog. Ezért gondoltam, hogy azért mégiscsak nézzük meg. Jó, a következő ez megint egy ilyen érdekes kulcsoság lesz, azért fogjuk megnézni. De most akkor először letörlöm itt a táblát. Már megint nem tudtam be a törzőt. Jó, nem ezzel akartam kezdeni, hanem az egyetemi, vagy a érettségi feladattal, most már mindegy. Csak lesz idő mindegyik, remélem. Az ábrán látható hengeres edénybe 100 kilopaszkál nyomású 300 kelvin hőmérsékletű levegő van bezárva. Tehát rendesen légköri nyomás 100 kilopaszkál. Ezért aztán, amikor látjuk itt van ez a rugó, eredetileg ugye akkor nyugalmi állapotban van a rugó, mivel kívül is, meg belül is ugyanannyi a nyomás. A henger alapterülete 100 négyzetcentiméter, a gáz térfogata 1 liter, a légköri nyomás is 100 kilopaszkál. A súródás nélkül mozgatható dugattyúhoz 5 kN per méter direkciós erejű rugó kapcsolódik. Mekkora lesz az elzárt levegő nyomása, ha hőmérsékletét 600 kelvinre növeljük, tehát duplájára ugye a 300-hoz képest. Na, fókuszálj már. Remélem, mire oda megyek, már ráfókuszál. Mert engem nem talál biztos. Oké. Tehát, ami változik, a nyomás az fog. Ugye a P1 az egyenlő P0-al, most a P0 az a külső légköri nyomás jelenti, 100 kilopaszkál. Eredetileg a hőmérséklet 300 Kelvin, hát szép kerek számokat adnak meg most, mivel is egyszerű legyen. Az alapterülete a hengernek az 100 négyzetcenti,
A gáz kezdeti térfogata 1 liter, mert ugye fogták a liter, ez a kezdeti, és a légkörnyomás szintén 100 kilopaszkál, súródás nélkül mozgatható a dugattyú, azt hiányozna még, és ehhez a rugó állandó az 5 kN per méter, és hát 5000 N per méter végül is. Igen, mekkora lesz az elzárt levegő nyomása, ha a hőmérsékletét 600 Kelvinre növeljük. Tehát rendben van, ugye elkezdem melegíteni, mondaná az ember, hogy jó, engedjük tágulni, tehát akkor izobár folyamat, de nem lehet izobár. Ugye, mert ahogy elkezd tágulni, nyomja össze a rugót, ezért aztán nem lesz állandó a nyomás, hanem folyamatosan nőni fog, minél jobban tágul a gáz, annál jobban összenyomja a rugót, ezért annál nagyobb lesz a nyomás, mert a rugó elejét plusz hozzá kell venni. Jó, próbálok rajzolni, hogy az alapján fel tudjuk írni a dolgokat. Legyen itt akkor ez az eredeti pozíciója a dugattyúnak. Van neki egy alapterülete, itt akkor van a gáz, hát kívül is van mondjuk, de ez az, ami számít. P1, V1, az N az ugye állandó, mert azért nem engedünk ki belőle, már csak az hiányozna. És akkor itt van ez a rugó, eredetileg ez a rugó, ez sem is megnyújtva, sem nincs összenyomva, tehát egyensúlyi állapotban van. Na de, aztán mondjuk pirossal megrajzolom a valamilyen X távolsággal már odébb haladt, vagyis hát lehet a végén, hogy X távolságra ugye odébb ment a dugattyú, mert rendben van, hiába van ott a rugó, azért valamennyire fog tágulni természetesen, úgyhogy ezt, ha most a közepére tettem, vagy az elejére, elejére, vagy a végére, vége mindegy, tehát egy X távolsággal kitágult, akkor, amikor ugye T2 van, P2 van, meg V2 van, hát minden változik. Oké, na most, tehát az egyes állapotban a rugónak az ereje az nulla. És akkor ugye az X az nulla, természetesen tehát itt az eredeti pozíció. Mondhatnám, hogy az X-et elkezdem mérni így errefele. Tehát az X egyenlő. Na hát úgy bonyolítom szerintem. Na, igen. Tehát emiatt ugye, hogy a rugó nem fejt ki erőt, emiatt lesz igaz az, hogy a P1 az egyenlő a P0. Tehát ha a dugattyú magától egyensúlyban és a rugónak nem kell kifejteni erőt, akkor ugye innen ugyanannyi erőnek kell nyomnia, mint innen. A felülete a dugattyúnak a két oldalra ugyanakkora, ezért aztán a két oldalra ugyanakkor nyomásnak kell nyomnia. Vagy ugyanakkorának kell nyomásnak. Oké. Okay. Na most akkor nézzük a kettes állapotot, amikor már a piros, akkor nagyon pirossal tényleg, hogy ott vége van már a melegítésnek. 300-ról megnövekedett a hőmérséklet 600-ra. És akkor most mindent ennek az X-nek a függvényébe írunk föl. A legegyszerűbb talán a dugónak az erejét X függvényébe fölírni, mivel ugye tudjuk, hogy a Hook törvény alapján, ez még a korábbi témakör, de hát most attól előjöhet megint, a rugónak az ereje a kettes állapotban, amikor végeztünk a fölmelegítéssel és 600 kelvinos most már a gáz, ugye ha valamilyen X távolságot elmozdult, akkor a rugó által kifejtett erő nagysága az D/X, tehát a rugó állandó szorozva az összenyomással. Mert pont úgy indultunk, ugye, hogy nulla volt az összenyomás, és tudjuk, hogy a rugó által kifejtett erő az összenyomás, vagy a megnyújtással arányos, azzal ellentétes. Hát most az, hogy ellentétes, azt ugye úgy fogjuk figyelembe venni, hogy amikor felrajzolom szépen ezt a
dugattyút, akkor majd egy befele hatóerő kell oda vigyeztenem. Na, hát fel is rajzoltam. Tehát a rúgó az ugye nyomja így befele, F-rúgó, nem, inkább külön, mert túl sok minden lesz már. Majd rajzolok egy újra. Amit még fel tudunk, és az is egyszerű, az X függvényében az, hogy mennyivel nőtt a térfogat. Ennyivel, ugye? Na most ez egy hengerszerű alakzat, tehát alapterület, ami A, szorozva az X magasság, tehát a delta V-re írhatom azt, hogy A szor X. Viszont a V2 az meg V1 plusz delta V, tehát ezt írhatom úgy, hogy V1 plusz A szor X. Na már megvan két dolog az X függvényében. Amit az előbb mondtam ugye, hogy felrajzolom a dugattyút, itt van akkor a dugattyú. És akkor a két oldaláról nézzük meg, hogy milyen erők hatnak rá. Ha a rúgót elkezdtem berajzolni zölddel, akkor a befelé ható erőket rajzoljuk zölddel. F rúgó 2, ugye bevezettem, hogy F rúgó 1 az alapállapot, az 0, akkor legyen most itt 2-vel jelölve. Kívülről a külső légnyomás ugye P0-szor A erővel fogja nyomni befelé a dugattyút. Innen, mert ugye itt azért nem nulla a nyomás, hanem egy P0 itt van. Ugye a környezetnek a légköri nyomása, 10 az 5-en paszkál. És kifelé pedig az immár megnövekedett nyomású gáz, ugye mert a rúgónak hála, ugye nem lehet ugyanez a nyomás, hanem nagyobb lesz, nyomja kifele. És akkor, amikor befejeztük a lelegítést és elérte a hőmérséklet a 600 Kelvin, akkor ott beáll egy egyensúly. Tehát szépen lassan ugye, ezt úgy hívják, hogy kvázi statikus állapotváltozás, amikor változik az állapot, de nem olyan gyorsan, hogy mondjuk a hőmérséklet az ne tudjon folyamatosan meg a nyomás egyensúlyban lenni a rendszerben. Mert vele gondolunk most egy nagyon hirtelen tágulás, és akkor ilyen turbulens áramlások itt végbe mennének, az megbonyolítaná a dolgokat, tehát ilyen szépen úgy veszük, hogy szépen lassan tárul a gáz, és akkor szépen egyensúlyban van pontról pontra. Kvázi statikus, tehát nem statikus, de kvázi. Lassan változó. Oké, akkor kifelé hatóerőnek egyenlőnek kell lenni a befelé hatóerőkkel, hogy újra beálljon az egyensúly a végállapotban, tehát P2-ször A az egyenlő F rúgó 2 plusz P0-ször A. Jó, hát ez az, hogy az eredő erőnek nullának kell lennie. Vagyis, ha ez a pozitív, ezek negatívok, akkor ez egyenlő, vagy ez mínusz, ez meg ez, egyenlő nulla, de most úgy csináltam, hogy kifele egyenlő, befele. Végülis mindegy. Oké, felhasználjuk itt, hogy a rúgónak az eleje az dsze x, meg leosztok egy A-val. Tehát P2-t ki tudom úgy fejezni, hogy P0 meg dsze x per A. Na ez nagyon jó, mert az új térfogat is ki van fejezve most már az x-szel, meg az új nyomás is ki van fejezve az x-szel. És akkor nézzük meg, hogy mit lehetne még itt fölírni, amiből azért jó lenne előbb-utóbb kiszámolni azt az x-et, hogy mennyire tágul ki ugye ez a dugattyú, vagy hát a gáz, mennyire elmegyődik a dugattyú. Ugye egyetlen egy dolog van, ami állandó az állapothatározók közül, a mennyisége a gáznak az n, az állandó. Meg hát az R, az ugye ez csak egy konstans, az nem állapothatározó. A nyomás is változik, így, a térfogat is változik, így, a hőmérséklet is változik a duplájával. Tehát minden változik. Ilyenkor ugye írhatjuk az egyesített gáztörvényt, vagyis PV per T egyenlő állandó. Tehát P egyszer V1 per T1 egyenlő P
P2-ször V2 per T2. Jó? Csináljunk meg egy olyat, hogy ezzel a T2-vel felszorozok, mert a T2 per T1 az 2. Igen. És akkor itt van egy P1 V1, itt meg egy P2 V2. Jó, beírom akkor, hogy ez 2. Ide meg beírom akkor, hogy ez 1 P1-jel. Tehát most akkor írjuk már, hogy nem P0 legyen, hanem P1, jó? Mondjuk eredetileg is úgy kellett volna, csak hát nem, mert végül is hivatalosan igen, kívülről, de ez most egyenlőre számértékét tekintve, tehát beírom helyette a P1-et. Mondjuk ide meg beírtam a P0-at, és teljesen mindegy. Oké, tehát P1 meg dx per a, így egybe az egész, ugye már kicserültem ezt a P2-t, szorozva a V2-vel, ami meg ugye V1 meg AX. És akkor ezt kell megoldanunk, ezt már ugye ki tudtam cserélni, hogy a 600 per 300 ugye az szépen 2, annyival kevesebb bajunk van. És itt pedig ezt szépen szét kellene bontogatnunk akkor. Hát tudok egy olyat csinálni, mondjuk, hogy a P1-jel végozhatok. Meglátjuk, mi lesz belőle. Akkor itt már csak két V1 van. Tehát, írom pirossal, hogy elkülönüljön, 2V1 egyenlő, és akkor itt elosztottam a P1-el, akkor 1 plusz dx per P1A, és akkor ugye a szorzatnak elég volt az egyik tagját osztani, akkor a másik az maradhat úgy, ahogy van, AX. Jó, és akkor bontjuk szét ezt a zárójelet, mielőtt beírkálnánk a dolgokat, az meg a V1-jel jó lesz osztani? V1 ez mennyi? Ja, osztunk el jegyzés poénból. Nem tudom, hogy így csináltam-e, de így most jól tettek tűni. 1 plusz dx meg P1a, és akkor itt meg van egy 1 plusz ax per V1. Így. Akkor megnézzük, hogy ezek milyen, mekkora számokat adnak. Tehát akkor, ha szétmondjuk a zárójelet, akkor itt van egy 1x1, van egy 1x ax per v1, itt van egy plusz dx per v1a, és van egy dax négyzet, majd mindjárt egyszerűsítünk akkor. P1A V1. Úgy látom, hogy az A-val lehet szépen egyszerűsíteni. X négyzet, P1A V1. Itt ezzel. Jó. Többi helyen nem. Oké. Akkor ezt az egyet, ezt levonjuk, akkor van mint egy 1. És akkor kezdjük el beírkálni a számokat. A 100 négyzetcentit, vagy négyzetméter legyen, hogy a mindentes alapegységbe kell beírni, nem lehet össze-vissza, hogy négyzetcentiket meg ilyesmi,
akkor ugye a centimétert a százal kéne osztani, hogy méter legyen, de mivel négyzeten van, ezért száz a négyzetennel, vagyis 10 000-re kell osztani. Tehát elveszem a két nullát, mert még osztom százzal, ez azt jelenti, hogy 0,01 négyzetméter, szóval x, majd aztán a mértékegységet most írunk utoljára fel, nem fogunk többet, csak azért látszunk, hogy mibe vannak. A térfogat az viszont liter, vagyis 1 000 köbméter, i, plusz 5000 newton per méter, szorozva az x-el, per 100 000, tehát 10^5 paszkál, szorozva a valami 1 század. Hát itt ugye newton lesz, a newton kiejtik, 1 per méter, itt is 1 per méter, tehát jó, mert 1 per méter szorozva az x-el, ami szintén méter, az ugye egységdimenziót fog adni. Tehát ez is dimenziótlan, meg ezek is végig is, eddig jó. És itt jön akkor, hogy az 5000 newton per méter, nézzet, nem csak newton per méter, nem a nyomás, hanem a rugóállandó, ez szorozva az x négyzettel. Igen, ez egy más fokai jelent lesz. És akkor itt van a 10^5 paszkál, szorozva megint ezzel a 1000 köbméterrel. Jó, és akkor most már nem írom a mértékegységet, mert megbeszéltük, hogy newton-newton kiesik, a per négyzetméterből lesz egy, ez akkor szól méter, méter, per méter négyzet, szorozó méter négyzet, ami az x négyzet, akkor ez megint csak dimenziótlan, úgyhogy pont jó ez is. Úgyhogy most már csak a számokat írom le, és majd emlékezzünk rá, hogy az x-re, amik jön, az méter. Itt akkor van 100 per 1000, akkor az 10x. Mert ugye 1000-re kell szorozni. Itt pedig van, ugye, először nézzük, hogy itt van egy 5000, itt akkor van, ha leveszünk 2-t, akkor az 10^3 marad. Ez azt jelenti, hogy 1000-re el kell osztani, hogy leveszem ezt a 3 nullát, úgyhogy nem marad csak az 5. 5x. Itt pedig, itt 3-at kell levenni, ugye, mert 1000-re, tehát akkor ez már csak 10^2. Vagyis az azt jelenti, hogy 2 nullát kell innen levenni, akkor az 50. X négyzet. És akkor a végső egyenletünk úgy fog kinézni, hogy 50x négyzet meg 15x mínusz 1 egyenlő 0. Jó? Hát ki hogy szereti az ilyet megoldani? Én van, hogy szeretem így elosztani, hogy ugye csak x egyenlő 1 legyen, itt az x négyzetnél az a az 1 legyen, és aztán itt jön, ami kijön. Hát ugye a másodfok egyet megoldó képletével ugye mínusz b, tehát akkor mínusz 15, plusz mínusz gyök alatt b négyzet, 15 négyzet, mínusz, vagyis plusz 4ac, tehát a c az csak egy, mínusz egy, 4×50 az ugye 200, per 2 ez akkor a 100. Ezt még egyet csinálunk rajta, ugye a 15 négyzet az 225, az 425, 425-nek a gyöke, hát nem tudom, hogy mennyi, aztán 100-al el kell osztani, az biztos, hogy a negatív az nem lesz jó. Mert ugye biztos, hogy nem visszafele megy, tehát nem negatív az x, az tuti. Lehet, hogy matematikailag ugye a négyzetremelés miatt mesterségesen keretkezik egy olyan megoldás, ami ezt az egyenletet megoldja, viszont fizikailag nincs értelme, úgyhogy az ott egy ellentmondás a negatívos, a pozitívos az viszont jó, 4,25
per 100. És ez nem írtam oda, hogy mennyi. Hát most nem tudom kiszámolni, mert ott van a számológépen. Úgyhogy írom a ennek eredményeképpen, ugye ez akkor megvan méterben, ami innen kijön, 0,22, nem tudom, akarok hülyeséget mondani, sírtelen. Annyi a lényeg, hogy ugye ha megvan az x, akkor a p2-t már ki tudom úgy számolni, hogy a 10 az 5-en paszkál, ugye a p1, a p0, mindegy, hogy minek akarom elnevezni ugye a betűvel, meg ugye az 5000 newton per méter, szorozva itt ezzel az x-el, ami kijön, és a keresztmetszet az 0,01 négyzetméter. Ez az x, ez levesz egy négyzetmétert, és akkor newton per négyzetméter lesz, ami paszkál. És ez pedig 128.000 paszkál. Hát erre nem gondoltam, hogy ne csak a végeredményt írjam le, hogy a 128 kilopaszkál, hanem azt az x-et is ugye, ami ott kijön. Nem emlékszem, hogy mennyi jön ki, hogy nem már azt kiszámolni. Jó, tehát végül is az egyesített gáztörvényt kell használnunk, mert se a nyomás nem állandó, se a térfogat nem állandó, se a hőmérséklet nem állandó. Egyedül a gáz mennyisége állandó, ugyanúgy, mint az adiabatikus folyamatnál, de ugye ez nem adiabatikus, hanem valamilyen random. Ugye pont arról szól a dolog, hogy melegítjük a gázt. Tehát a Q az biztos, hogy nem nulla kafő, és emiatt tágul, de nem szabadon tágul, hogy állandó legyen a nyomása, hanem ilyen furcsán tágul rugóval. Jó, akkor ezt törlöm és nézzük a 5-ös adatot. Igen, 5-ös. Benne voltam az előbb, itt ahogy mondtam, mert el volt fordítva. Ja, kicsit lejjebb kell vinni. Na, még egy ilyen körfolyamatos, biztos, ami biztos. Egy molnyi mennyiségű, egyatomos ideális gázzal hőerőgépet készítünk. A gázzal a mellékelt PV diagramon ábrázolt ABCD körfolyamatot hajtjuk végre. Tudjuk, hogy a TA az 300 Kelvin, a PA az 2×10^5 paszkál, a TC az 1200 Kelvin, ez jó benne, a PC az 4×10^5 paszkál, nem biztos valami robbanás, nem tudom, mekkora a VA és VC, mekkora a TB és TD, mekkora a gázáltal végzett összes munka a körfolyamat során, ugye, tehát akkor a bezárt terület, és mekkora a gép hatásfoka. Na, ezt legalább még egyszer megbeszéljük. Jó, van már fókuszálj. Itt aztán ezt mit rajta megírni? Egy molnyi. Ne bonyolítsuk. Egy moly. Kész. Egy atomos ideális gázzal. Ha egy atomos, akkor ugye az egy részecskére jutó szabadsági fok száma 3, x, y és z irányú transzláció. 3 dimenziós térben. Tehát végül is megadták, hogy f egyenlő 3,
ugye egy atomos. Hát mondjuk hélium. Hőerű lépet készítünk, majd mindjárt rajzolom a PV-diagramot. ABCD körfolyamat, tudjuk, hogy a TA az 300 Kelvin, a PA az 2×10⁵ Pascal, a TC az 1200 Kelvin, és a PC az meg 4×10⁵ Pascal. Igen. Na, amiket kérdeznek, VA és VC. DB és DD. A gáz által végzett összes munka a körfolyamat során. Ugye ezt múltkor mutattam, hogy úgy lehet mondjuk jelölni, hogy W gáz, és akkor egy ilyen, hát gépelve mondjuk csak egy nagy U-betűt tudnék, vagy egy, igen, egy nagy U-betűt oda rajzolni, hogy ez a karakter nem hiszem, hogy megtalálnám, hogy benne ilyen, de így írva egy ilyen kör jelöléssel, és mekkora a gép hatásfoka? Az meg éta. Általában. Oké, itt van akkor ez a PV-diagram. P. És van nekünk 4. Meg itt is úgy látom, hogy 4 felé kell osztani. Szépen. Itt meg így. És akkor ez az A állapot, B állapot, C és D. És akkor mondjuk kékkel berajzolom, hogy innen indul. Elmegy elég a B-be, aztán a C-be, D-be, és ugye mivel körfolyamat, ezért visszamegy az A-ba. Tehát a kezdő és a legvégső állapot az ugyanaz. A belső energia, tehát minden ugyanaz ott ugye, akkor az N az, azt mondják, hogy fix egy mol, ugyanaz hőmérséklet, ugyanaz térfogat, ugyanaz nyomás, ugyanaz, minden ugyanaz. Ezért aztán ugye minden állapot határozója a gáznak ugyanaz. Az állapothatározókból kikombinált mennyiségeknek is ugyanannak kell lennie, például ugye a belső energiának ugyanannak kell lennie. Tehát bármilyen is változik a belső energia, nő a hőmérséklet, csökken a hőmérséklet, ugye melegszik a gáz, hűl a gáz, valahogy a végén visszajut ugye oda, tehát ha összeszummázom a belső energia változásokat, akkor nullát kell kapnunk. Na de, előre szaladtam. Először a VA-t is a WC-t kell meghatározni, tehát hogy mennyi itt, meg itt a térfogat. Ja, bocsánat, ugye, hát mondjuk az eredeti ábrán sincsen ráírva, de azért odaírom, hogy a PA meg a PD úgy látszik, ugye, egyforma, méghozzá 2×10⁵ Pascal. Ne írjam már sokszor. Ez 2-szer annyi, ez meg 4-szer annyi. Jó, 10×5 Pascal egységekbe, vagy bár egységekbe. És akkor ezt a kettőt is kéne kiszámolnunk. Na most, ha megnézzük az állapothatározókat, N megvan, P megvan, T szintén megvan, hát akkor a hiányzót azt már nyugodtan meg tudjuk határozni, a V-t, ugye? Tehát a P, még kell? A. VA szor VA egyenlő, ezt azért nem írok át, mert ez nem változik, ugyanúgy, mint ahogy az R, ugye ez is fix, és akkor itt meg TA.
Mindenünk megvan kivéve a VA-t, tehát az állapot egyenletből az itteni térfogatot, ami egyenlője azzal, szépen ki lehet számolni. Hát, hogy liter lesz, vagy köbméter, tippelek mondjuk egy litert, vagy köbdecimétert, vagy látjuk, hogy mennyi lesz. Szóval biztos, Murphy törvény alapján biztos nagyobb lesz, úgyhogy inkább a köbméter jó. Oké, VA az egyenlő NRTA per PA. Vagyis 1 mol, szóval 8,31 Joule per mol, szóval Kelvin, szorozva a TA-val, ami 300 Kelvin, és osztva a PA-val, ami 2×10^5 paszkál. Remélem, ezt fölírtam. Ja, nem, az itt van. Komplett megoldva. 0,0125 köbméter. 125 köbméter. Ez azt jelenti, hogy 12,5 liter. Akkor jó lesz nekünk ez a liter. Ugye, mert 1000-rel megszorzom, az lesz a liter. 12,5. Hát most így, vajon mennyi lehet akkor a másik? Ugye, amit kérdeznek, hát akkor meg azt lehet felírni, ugye, hogy mi az a C vagy D, mondjuk csináljuk a D-set, az megmaradva a hőmérséklet, pedig van. Nem, a C van megadva, ez, akkor csináljuk ez, ugye, TC, tehát PC, mi van a PC? Igen, PC-szer WC, NRTC, és akkor a WC-t hasonlóan ehhez szépen ki lehet számolni. WC az egyenlő NRTC per PC. Vagyis, hát most leírjam, minden ugyanakkora, kívül aminek, jó, mégsem olyan egyszerű, 1 mol, szóval 8,31 Joule per mol, szóval Kelvin. Ugye 3-szor akkor lesz, 4-szer akkor lesz a hőmérséklet, 1200 Kelvin. És 2-szer akkor lesz, úgy látom, a nyomás, 4×10^5. Akkor 4-szerezünk, de osztunk 2-vel, az még egy 2-szerezés, tehát ahogy vártuk, kijön a 2-szer akkor a térfogat. 0,025 köbméter. Vagyis, bocsánat, jó, 25 liter, ugye ezerrel felszorozva. Hát ezt azért kényelmetlennek volna idejük áll, úgyhogy végül szerencsém lett, hogy a litert írtam oda. Oké, na ez megvan, a B résznél a hiányzó hőmérsékleteket kell kiszámolni. Ezt úgy lehet, hogy veszek mondjuk egy állapotváltozást, aminél tudjuk a hőmérsékletet, és akkor ugye megyek a ismeretlen felé, és megnézem, hogy ez milyen állapotváltozás. Tehát vegyük mondjuk az AB állapotváltozást. Az AB-nél látszik, hogy a térfogat az állandó, tehát ez egy izokor állapotváltozás. Tehát a V állandó, meg az N. PV egyenlő NRT, V és N állandó, meg az N is ugye, mindig, és akkor a P per T az állandó lesz. Ezért PA per TA az egyenlő PB per TB. Mit kell számolni? TB-t. Akkor a TB-t innen szépen kifejezzük. Átszózok a TB-vel, TB az egyenlő TA,
hozzá is átszorzó. Szorozva PB per PA. Ja. Vagyis a TA az 300 Kelvin, szorozva a PB az úgy látom, hogy PB az ugyanúgy, mint a PC, az 4x15-en, a másik ugye az meg 2-ször, tehát a 4 per 2-ből is a 2-re leírom, hogy 4x15-en paszkál per 2x15-en paszkál. Ezért aztán kapok egy 600 Kelvin. Kétszer akkor előtt. Oké, okay, ez is megvan. A másik hiányzó hőmérsékletünk az a TD. Hát akkor itt is nézzünk egy állapotváltozást. Vehetnénk ezt is akkor megint izokor, akkor eltuncsi. Úgyhogy nézzük ezt az izobát, amikor a D-ből megyünk az A-ba. Az A-pontot újra használjuk. Ha most ez egy izobár állapotváltozás, ugye akkor P az, ami állandó, másik oldalon meg a N meg az R, úgyhogy ez V per T egyenlő állandó lesz. Tehát V A, milyen A? D. V D per TD egyenlő VA per TA. Ebből kifejezzük szépen a hiányzót, ami a TD, ezt itt megint át kell vinni, TD az egyenlő ezzel oda, azzal oda, TA, és akkor VD per VA. A TA az 300 Kelvin, szorozva a VD az, előbb számoltuk, ja? Nem, hol van? Ja, itt van 25 liter, hát most mindegy. Tehát ha ezt is literbe írom, meg ezt is literbe, akkor írhatom úgy, hogy 25 per 12,5. Úgy se írok mértékegységet. Az arány az nem fog elromolni attól, hogy nem köbméterbe írom, hanem literbe, csak nehogy csak az egyiket írjam így, a másikat meg úgy, az a lényeg. Tehát ugyanaz legyen az arány, az ez jó lesz így. Tehát ez úgy látom, hogy duplája, vagyis akkor itt is 600. Tehát a hőmérséket a D rész D pontban, meg a B pontban az ugyanaz. Hát akkor ezek egy izotermán vannak. Ugye? Tehát direkt olyan itt ez a dolog, hogy valahogy így jön. Nem, az 600 termék. Ez a 600 Kelvin-es izoterma. Igen, itt lenne egy 300-as, meg itt meg egy 1200-as, de most ugye azt nem rajzolom be, mert az csak egy pont. Jó. És akkor ki kell számolni a gáznak az összes munkáját. Hát szerencsére csak két helyen végez munkát, mert ugye itt térfogat állandó, nincs munkavégzés. Itt tágul a gáz, pozitív munkát végez, állandó nyomáson, ez a görbe, ez hát mégis ez a függvény alatti terület, ez megadja szépen a gáz munkáját a B és C állapotok között, ez az egész. Úgyhogy azt úgy számoljuk, hogy ezt a nyomást megszorzom ezzel a delta V-vel, ugye, hogy P-szer delta V. Jó, kiszámolhatjuk külön. Tehát a W gáz BC az PB szer VC mínusz VB. Most nem úgy írtam, hogy delta V, hanem kiírtam részletesen, hogy hogy jön ki a delta V, ugye a C térfogatból levonjuk ezt, tehát látjuk, hogy végül is ennyi lesz, a
Oké. A PB az a 4×15 paszkál. Szorozva akkor a ebből lemondjuk ezt, vagyis marad a fele. Tehát ha írjam már egyből, hogy akkor ez 0,0125 köbméter. Ezt a 0,120-t megszorzom, akkor ez ugye 0,05 lesz, és ha ezt megszorzom 5-ennel, akkor 5000 lesz. 5000 zsúl. De ez még csak az egyik fele. Ugye itt megint nincsen munkavégzés, mert nincs térfogott változás, és itt pedig összenyomjuk a gázt, tehát a környezetnek a munkája lesz itt pozitív, ezért ez a terület, ez, hogyha pozitívnak veszük, ez is a környezetnek a munkája lenne, vagy mondhatnánk, hogy ennek a mínusza, ennek a területnek, tehát ez a terület mínusszal, ez a gáz munkája, tehát ez levonódik. És akkor érdekes, ugye, mindjárt látjuk, hogy ha ebből az itteni visszafele kompresszió miatt a gáz szempontjából levonódik ez, mert negatív, mi marad? Mint ahogy mindig, a bezárt terület. És mivel nagyobb nyomáson tágul, mint ahogy a kompresszió van, ezért ugye a gáz munkája a teljes körfolyamatra mindig pozitív lesz, mert ugye itt nagyobb munkát végez, mint amikor nekünk össze kell nyomni. De nézzük meg, hogy mi jön ki, nem kell elhívni egyből. A DA folyamatban ez úgy fog kinézni, hogy akkor itt a, hát vagy úgy jön, hogy PD, vagy is egy PA, vagy tök mindegy, ugyanaz, legyen mondjuk PD, és akkor itt pedig, na itt vigyázni kell ám, a delta V, mondjuk az előző is vigyázni kell, csak ugye, ugye nagyobb volt, tehát ebből kell ugye a végső térfogatból kell a kezdetit, hogyha a delta V-t akarom számolni, tehát VA minusz VD. Ez azt jelenti, hogy ez a nyomás ez 2×10^5 paszkál. Ide viszont, mivel ebből vonom most ezt, ezért egy negatív ugyanennyit kell írnom. Igen. És akkor látható, hogy ez abszolút értékben megegyezik, ez meg a fele, akkor abszolút értékben ennek a felé kapjuk csak ugye minusszal. Tehát mínusz 2500 zsúl. Jó? A többi részfolyamatban nulla a munka, ezért aztán a teljes munkája a gáznak összegezve az ez a kettőnek az összege WBBC. Hát a többit is hozzá kellene adni elvileg, de most a nullákat minek írtáljuk külön-külön. Ugye összeadogatom ezt a kettőt szépen, és akkor kijön egy 5000 mínusz 2500 és 2500 zsúl. Igen, pontosan, ahogy mondtam, a dupla területből, ami a táguláskor innen idáig ugye ennyi, ez a dupla terület ugye ehhez vagy ehhez képest, levonódik a fele terület, és megmarad ez, ami bezár, be van zárva. Mivel erre megy a folyamat, ezért ez a gázmunkája, ez a pozitív terület. Ha fordítva hajtanánk a folyamatot, akkor ez a pozitív terület, ez a környezet munkája lenne, mert ugye nehezebb lenne itt összenyomni a gázt, itt több munkát kéne végezni, mint amennyit itt a gáz végez, vagyis a környezet végez mínuszba. Tehát akkor ez a szám fordítva menne, haladva, ez a szám akkor a környezet munkája lenne. De akkor ugye nem hőerőgépet kapnánk, mint ahogy láttuk a múltkor, hanem egy hőszivattyút hűtőgépet. Oké. Nézzük az utolsót. Ki kell számolni, hogy mekkora lesz a hatásfoka ennek a körfolyamatnak. Ehhez ugye arra van szükség, hogy megkapjuk, hát itt majd itt nagy törléseket kell ezt csinálni, mert nem fél ki. Ugye a hatásfokat úgy kell kiszámolni most, hogy 100%-kal meg akarom szorozni, vagy nem, az a végén az is mellékes. De ugye venni kell a hasznos munkát.
egy kör folyamatra, egy ciklusra. Hát mennyi a hasznos munka, amit pont most megkaptunk, ugye ez a 2500, az rendben van. Tehát ez a hasznos munka, amit majd írhatunk úgy, hogy ez a gáznak a munkája, és a felvett hő. Tehát itt csak azokat a részfolyamatokat kell nézni, amikor a Q pozitív. Mert ekkor történik az, ugye amikor volt az az ábra, hogy a nagy hőmérsékletű hőtartályban ugye fölvesz hőt, és egy része ugye hasznos munka, de a maradék az majd mindig hulladékhő lesz, amit a kisebb hőmérsékletű hőtartálynak ad le. Hát az elvész. Úgyhogy azt nem mondhatom itt le, hogy ugye majd azzal osztok, mert akkor végül is egyet kapnék, tehát 100%-ot. Ugye, ha nem lenne hulladékhő, akkor természetesen 100% lenne a hatásfok. Na most ezt már tudjuk akkor, hogy ez 2500, viszont ezt a Q-felt, ezt ki kéne számolni. Hát már így ránézésre meg tudjuk állapítani, melyek lesznek azok a folyamatok, a részfolyamatok, amikor hőt vesz föl a gáz. Hogyha nincs térfogat változás, de nő a hőmérséklet, akkor ugye melegítettük, tehát itt tuti, az AB, az rendben, az biztos, hogy nőni fog a vagy hőt vesz föl. Aztán úgy nő a hőmérséklet, hogy még tágul is, tehát munkát végez, meg még a belső energiá is nő. Hát akkor itt egy brutál hőfelvétel van, azt tuti. Itt úgy csökken a hőmérséklet, hogy nem engedjük tágulni meg semmi más, akkor ez egy hűtés. Tehát itt van az, amikor ugye lead hőt az alacsonyabb hőmérsékletű környezetnek, vagy hőtartálynak, vagy valaminek. És itt is ugye, ha összenyomom és közben állandó a nyomás, az csak úgy lehetséges, hogy közben hűtöm is a gázt. Tehát itt is negatív jön ki a kúra. Ez a kettő, ez negatív kúrjú. Hát ha valaki akarja, ki tudja itt is számolni, mennyi a kú, de szerintem most ez felesleges. Tehát amit kell számolni, az a QAB, mert ekkor van felvétel, plusz a QBC. Na és akkor ezeket megpróbálom ide gyömöszölni, hogy kiférjenek. Azzal semmi probléma nem lenne, ha valaki mindegyik rész folyamatra kiszámolja mindent, a delta EB-t is, a dupla V-t is, a dupla V-gázt, meg a Q-kat is, és aztán, de mindenképpen, hogy amikor úgy csináltuk, mert csak három volt, és akkor meg volt mindegyikre, és akkor ahol pozitív volt, azokat vettük, ahol viszont negatív, azt nem vettük. Tehát, AB folyamat. Még mindig izokol. Azt kiszámoltuk, hogy kiszámoltuk? Azt tudjuk, hogy a munka az nulla. Ha a delta EB-t kiszámoljuk, ugye a hőt az első főtétel alapján, az ugye Q plusz dupla V. Ez nulla. Tehát akkor, ha a delta EB-t kiszámolom, akkor meg is van a Q. Rendben van. Q egyenlő delta EB egyenlő, a delta EB az ugye F per 2 NR delta T. Hát számoljuk azra. Hát nem, nincs nekem kedvem beírkálni a NR-t mindig ott a 8,31 super mozog elni. Úgyhogy izokor állapot változásnál az NR delta T-t ugye ki tudjuk cserélni delta P szervére, úgyhogy ki is fogom cserélni. Hát akkor ugye VH-t kell beírni, vagy VB-t. F az 3. A delta P az A-ból B-be haladva 2x10^5 M-paszkál. A térfogat az meg, pont azt töröltem le, de akkor visszahoztok 0,012.
És akkor innen kijön, hogy ez a QAB, ugye most nem írtam mindenhova oda, mert direkt azért szeparálom, hogy ez most ehhez tartozik, a következő meg amahoz. Itt a QAB-re az jön ki, hogy nem számoltam külön a francba. Akkor, ja, kiesik itt a 2, akkor 3x 10 az 5-en. 10 az 5-ennel megszorozom 1, 2, 3, 4, meg még egy, akkor 1250. 1250 szorozva 3-mal, akkor az 250, 375. Nem? 3750. Jó. Ez, akkor ez a 3750. És még kell a másik, a B-ből a C-be, izobár folyamat, izobár tágulás. Hát itt akkor ugye azt tudom csak fölírni, hogy a delta EB az egyenlő Q plusz W, a W helyett beírva a mínusz W gázt, azt majd szépen felhasználom, a BC az ki van számolva. Tehát ezt tovább írom, hogy Q mínusz W, elnéztem, dupla. Mínusz W gáz. Ezért aztán a Q-t ebbe a BC-re, írhatom úgy, hogy delta EB plusz W gáz. Jó. Ez ugye F per 2 NR delta T vagy P-szer delta B. De ugye ez a P-szer delta V, ez ugyanannyi, mint a W gáz, mert a W gáz az izobár esetben az P-szer delta V. Tehát ezt ideírom zárójelbe, hogy W gáz az P-szer delta V ebben az esetben. Ezért aztán, ugyanúgy, mint volt az a második feladat talán, hogy ugye izobár tágulást végzett a gáz, és akkor mennyi lesz a Q, ugyanígy, ehelyett, ha beírom a W gázt, akkor van már F per 2 plusz 1 W gázunk. És ebben az a jó, hogy a W gázt egyszer már kiszámoltam a BC folyamatra, ne kelljen már még egyszer, ugye 5000 joule. Tehát 3 2 plusz 1 szer 5000 joule. Ez azt jelenti, hogy 5 2 x 5000, 5 x 5 az 25, az 25, ez a 12500. Igen. Na ennyi a BC, QBC. Úgyhogy visszajöttek ide, továbbírva a dolgokat, a hasznos munka az 2500 joule, és elosztva akkor amikor pozitív a Q, tehát amikor fölvesz, ez meg ez, vagyis 3750 plusz 12500, tehát 15500, 16250. Ennek a kettőnek az összege. Ennek, meg ennek. Oké? Okay? És ez valószínűleg egy picike szám lesz, természetesen 0,223. Vagyis mondhatom, hogy 22,3%-os. Hát a múltkorinál, ha jól emlékszem, azért jobb. De
akkor se valami nagyon magas. Esetleg felrajzolhatom, hogy melyik az a állapot, körfolyamat, aminél a lehető legnagyobb a... Tehát ez kész van végül is, kiszámoltunk minden. A legnagyobb hatásfokú körfolyamat az a karmo folyamat. Két darab izoterm állapotváltozás, hát ugye emiatt ez csak egy ilyen elméleti maximum, mert ugye ha gyorsan jár a dugattyú, több tíz, több száz, több ezer fordulattal, akkor ugye természetesen nem lehet izoterm állapotváltozást elképzelni, hogy folyamatosan egyen hőmérséklet egyensúlyban legyen ugye a gáz a környezetével. Meg az adiabatikus folyamat, ami a másik két rész folyamat, az is olyan, hogy most tökéletes hőszigetelést, annál meg pont azt kéne, hogy gyorsan történjen, ugye? Tehát a PV diagramon kéne rajzolnom két izotermát és egy magasabb hőmérsékletű T2-t, és kell rajzolnom két adiabatát is, amik ugye meredekebbek, mint ez a kettő. Így. És akkor a körfolyamatunk az egy ilyen. Ennél a körfolyamatnál írhatjuk azt, hogy ugye ez a hatásfok, az ugye a hasznos munka per a felvett hő. A hasznos munkára végül is az energia mérleg miatt, mert ugye amit fölveszünk, egyik része hasznos munka, a másik hulladékhő. Ezt mindig föl lehetünk írni, hogy ez a felvett hő mínusz a leadott hő, mert ugye a kettő különbség, ami marad, az a hasznos. És akkor itt ezt meg írhatjuk úgy, hogy felvett hő, hát az marad. Ugye itt egyszerűsíthetünk azzal, hogy 1 mínusz Q le per Q fel. És a Carnot folyamatnál erre a hányadosra, hát majd, hogyha még az entrópiát is bevezetjük, és akkor megbeszéljük, hogy miért, nem valószínű, hogy arra sor kerül ma, de a Carnot folyamatnál ez tovább egyenlő, nem mindig, csak a Carnotnál, ez tovább egyenlő a alacsony hőmérsékletű tartálynak a hőmérséklete per a magas. És ez jön ki. Most lehet látni, ugye, ez az optimális. A Carnot folyamat, ennél jobbat nem lehet csinálni. Tehát ez a legjobb hatásfokú körfolyamat, hőerőgép. És akkor itt is lehet látni, hogy minél alacsonyabb a T1, és minél nagyobb a T2, tehát minél forróbb és minél hidegebb, tehát abszolút nulla Kelvin lenne, ez ugye nagyon forró, akkor ugye az egyből annál kevesebbet kell levonni, tehát ugye a 100%-ból annál kevesebbet kell levonni, de mindig le kell vonni valamit, nem lehet olyan, hogy 100%. Na mit jelentene a 100%? Azt jelenteni, hogy amit fölvesz ugye a forró hőtartálytól hőt, a felvett hő, az egy az egybe hasznos munkával alakulna, és semmi hulladékhő nem lenne. Ugye ez elég nehéz elképzelni, egy robbanó motornál, ami melegíti a környezetét, meg ilyesmi, tehát de ez lenne a 100%-os hatásfok, és akkor itt látszik, hogy ez semmiképpen nem lehet 100%, ugye ez a T1 per T2, az nem lehet nulla semmiképpen. Jó, lehet kicsi, de azért mindenképp lesz valamit.
Na és akkor, hogy ez miért van, ez a főtan második főtételének a következménye. Hát az egyik megfogalmazása a főtan második főtételének, hogy nem lehet olyan hőerőgépet készíteni, amely mindössze egy hőtartály lehűlése árán végezne munkát, hasznos munkát. Tehát, hogy egy az egyben egy hőtartály van, nem kell másik hőtartály, meg környezet, meg semmi, mert ezt a hőt, amit fölvesz, 100%-ban munkává alakítaná. Tehát ilyen hőerőgép nem létezik. Tehát nem lehet olyan hőerőgépet készíteni, amely mindössze egyetlen hőtartály lehűlése árán végeznek munkát. Ez az egyik megfogalmazás. A következő megfogalmazás, majd mindjárt megnézzük. Hát ezt most le kell törölnöm, majd letörlöm, mert valamit mást is rajzolni akarok. De nézzük meg még az utolsó feladatot, ami egy középszintű feladat, hővezetéssel kapcsolatos. Most olyan nagyon nem megyünk bele a hővezetésnek a részleteibe, esetleg, hogyha van érdeklődés, nem tudom, még eddig nem láttam érettségi feladatok között, most az első alkalom, ez is csak így középszinten, de előfordulhat. Úgyhogy esetleg majd lehet egy olyan ilyen kisebb óra, vagy nem tudom, hogy ezt így elmondom még külön. Tehát eléggé praktikus ez a feladat, tehát előfordulnak ilyen problémák ugye a való világba. Egy ház homlokzatának hőszigetelését úgy szeretnénk megoldani, hogy a hőveszteséget jellemző együttható ne legyen nagyobb 0,25 watt per négyzetméter Kelvinnél. Az alábbi táblázat a hőveszteséget jellemző együttható mértékét tartalmazza 5 különböző téglatípusnál szigetelés nélkül, valamint 7 különböző vastagságú hungarocell hőszigetelő alkalmazásával. Na, beszéljük meg ezt az együtthatót, hogy ez a hőveszteséget jellemző együttható, hogy ez micsoda. Ugye kialakul, hát vegyük azt, hogy folyamatosan fűtjük a szobát, kívül meg ugye folyamatosan egy végtelen hőkapacitású hideg hőtartály van ugye a környezet, a ház körül. Legyen a külső hőmérséklet is valami konstans, meg a belső hőmérséklet is konstans. Ugye nem nehéz belátni, hogyha fönn akarjuk tartani ezt a konstans, a környezetnél magasabb hőmérsékletet a szobában, akkor az folyamatosan fűteni kell, mivel folyamatosan áramlik ki az energia a falon keresztül. Meg hát a réseken is, de azt most nem menjünk bele, hanem tegyük fel, hogy a falon keresztül szépen átvezetődik a hő. Na most, ez a watt az ugye joule per szekundum, tehát a watt az maga azt jelenti, hogy hány joule energia áramlik át, vagy mennyi hő áramlik át egy másodperc alatt. A per négyzetméter az az, hogy a fal egy négyzetméterén, mert ugye nem mindegy, mekkora fal van, kisebb falon kevesebb fog átállni, mert nagy felületen meg ugye több, természetesen arányos lesz vele. Tehát eddig annyi van, hogy egy másodperc alatt hány zsúl, hát 0,25, tehát egy negyed, per négyzetméter fal. De van még ott az a per Kelvin is, ugye, mert ott az árujában benne van a Kelvin. Ugye nem mindegy, hogy mekkora a hőmérséklet különbség a lakás belseje, meg a környezet között. Ugye télen, amikor mínuszok repkednek, akkor jobban kell fűteni. Hát amiatt, hogy természetesen a belső és a külső hőmérsékletek különbsége, nevezzük most delta T-vel is arányos lesz, ez az együttható, hogy, vagy az, hogy mennyi hő fog távozni a szobából. Tehát ez, ami oda van írva, az azt jelenti, hogy 0,25 joule áramlik át másodpercenként, felületegységenként, egységnyi hőmérséklet különbség esetén. Tehát ha nem egy Kelvin vagy egy Celsius a különbség a kinti és benti között, akkor ugye ezt meg kell szorozni majd egy kettővel, mert akkor természetesen kétszer annyi. Jó, tehát az a jelentés ennek. És akkor itt vannak ilyen adatok,
Van maga a téglafal, hogy milyen vastag, ugye itt, hogy 30, 38, 40 és stb. Hány centi vastag. Megadják ezt az együtthatót, hogy milyen jó szigetel, ugye, mert ez minél kisebb, annál kevesebb hő áramlik át, tehát annál jobban szigetel. Megadják, hogy szigetelés nélkül a különböző falaknál, amik ugye különböző vastagak, de hogy ezek így mennyik. Látszik, hogy mindegyik nagyobb ugye 0,25-nél, tehát így magával szigetelés nélkül egyik se lenne jó. És akkor különböző vastagságú szigetelésekkel megvan adva, hogy mennyire csökken le a szigetelésnek hála ez a hő átbocsátási együttható. Na most lehet látni, hogy ha 0,25-t akarunk, vagy az alatt, akkor az első falnál, itt a 0,24 az már jó, akkor ott 10 centi kell. A másodiknál 0,25, akkor ott 8 centi kell. A harmadiknál 0,25 az jó, akkor 6 centi kell. Itt megint 8 centi kell, mert ez már jó. Itt pedig megint 6 centi kell. Jó, tehát ennyi. Ezt így le lehet szépen olvasni, hogy melyik téglafalhoz milyen vastagságú szigetelés kell. Tehát lehet látni, hogy olyan nagy különbség nincs a vastagságban, mert az egyik 6, a másik 8, a másik 10, tehát maximálisan 4 centi falvastagság különbség lesz a különböző megoldások között a szigetelés miatt. Viszont a fal vastagságai között ugye azért elég jelentős van, tehát a legkisebbhez képest a legnagyobb ugye 38-a. Nagyobb, de menjünk lejjebb, akkor ott vannak a kérdések. És az A kérdést, ha jól emlékszem, már megválaszoltuk, hogy a különböző hungarocellekből milyen vastagságú rétegre van szükség. Igen, tehát akkor megvolt, hogy 10, 8, 6, 6, 8, valami ilyesmi. A hasznos... Jó, akkor végigolvassuk, és akkor megnézegetjük, hogy... A hasznos lakóterület szempontjából, vagy inkább lecsökkentem a méretet is, akkor benne lesz még a táblázat is. Itt így. Hú, majd jó közel rakom. A hasznos lakóterület szempontjából előnyös, ha a falvastagság kisebb. Melyik faltípusnál érhető el a legkisebb összes falvastagság téglapos hőszigetelés együtt, szükséges mértékű hőszigetelés mellett. Na ezért mondtam, hogy ugye a szigetelés vastagsága az egy ilyen plusz-minusz 4 centi max. Tehát ha már az első eleve úgy indul, hogy ő csak 30, a következő meg 38, akkor mindenképpen ő lesz a legjobb, ugye? Még hogyha 10-et is hozzá kell adni, akkor is csak 40 lesz. A többi meg ugye 40 fölött lesz bőven, mert például a következő 38-hoz hozzáadjuk a 0,8-at, az már ugye 46. Aztán itt van még egy 38-as, ugye ahhoz is 8-at kell adni. Itt van a 44-es, ez ahhoz csak 6-ot kell adni, de már eleve 44. Tehát mindenképpen az A1 téglatípus lesz. 40 centiével a legvékonyabb lehetőségünk. Hát ha valaki emiatt tényleg aggódna a valóságba, kétlem inkább az árát tészti meg. Ábrázolja az A1 és a B2 téglatípusokhoz tartozó hőveszteségi együtthatót a hungarocell vastagságának függvényében. Na, hát ezt én biztos nem fogom itt ábrázolni, mivel már csak 20 perc van, és még vannak kis kérdések, de szerintem azért ezt mindenki szépen meg tudná magának csinálni, hogy az A1-et és a B2-t, ugye ott vannak a vastagságok a szigetelésnek, a hungarocell vastagságának függvényében, tehát 3, 6, 8, 10, 12, és akkor szépen lehet hinni 0,42, 0,31, tehát így csökken. Biztos, hogy nem lineárisan csökken, hanem egy ilyen, valószínűleg egy ilyen hiperbolaszerű csökkenés. A másiknál is. Tehát ugye, ahogy egyre növeljük, egyre kisebb különbségeket lehet látni a számok között. Hogyan alakul a két ábrázolt téglafal hőveszteség egymáshoz képest a rajtuk lévő hőszigetelő réteg vastagságának növelésével? Tehát ugye ez a A1 és a B2 nézzük csak meg. Eredetileg ugye szigetelés nélkül brutál különbség van köztük, az A1 és a B2, gondolom a két extrém van kiválasztva, 58 a 35-höz. Aztán az első 3 centis réteg az már azért megdobja az 58-ról, lemegy 0,42-re, vagy 0,58-ról 0,42-re, a másiknál ugye 0,35-ről 0,28-ra.
De aztán, ahogy folyamatosan fokoztuk a vastagságát ugye a rétegnek, tehát 31 a 23-hoz, 27 a 21-hez, 24 a 19-hez, 21 a 17-hez, 19 a 16-hoz, 16 a 14-hez. 18 centinél már csak 0,2 század különbség van. Az eredeti brutál 0,23 századhoz képest. Tehát egymáshoz tart végül is a két görbe, ahogy növekszik a szigetelő réteg, úgy csökken a különbség a két hőátbocsátási szám között. Igen, tehát ez végül is egymáshoz képest ezt veszük észre. Mennyivel csökkenti az ágy és a B2 tigla esetén a hőveszteséget 8 centi hungarocell hőszigetelés? Mit mondhatunk ennek alapján a két fal hőszigetelésének gazdaságosságáról, célszerűségéről, ha feltehetjük, hogy mindkét falat ugyanakkor a költséggel hőszigetelhetjük. Tehát most akkor itt arra kíváncsiak, hogy a 8 centi, ami ugye egy ilyen középérték, az mennyire dobja meg az eredeti számunkat, ugye a csupasz falat. A 0,58-at ugye lecsökkenti 0,27-re, hát akárhogy is nézem, az kevesebb, mint a fele, tehát nagyon jót dobott rajta. Viszont a másiknál a 0,35-öt azt ugye 0,21-re csökkenti le, tehát ott nem annyira... hát azért elég jó a csökkenés, de nem akkora csökkenés. Tehát a hatékonyságát nézve, hogy mekkora csökkenést, arányában mekkora csökkenést okozott az a 8 centis hőszigetelés, aminek az ára ugye mind a kettőn ugyanaz, arányában nézve az AI tiglatípusnál sokkal nagyobb csökkenést okozott, mert ugye kevesebb, mint felére lecsökkentette a hőátbocsátást, a B2-nél meg nem csökkentette csak, hát 12, tehát egy harmadára, tehát egy 30-valahány százalékkal. Úgyhogy az A1-nél gazdaságosabb, meg célszerűbb, meg jobb. Oké. Na hát, ez, hogy is mondjam, remélem így elegendő volt rajzolgatás, meg főleg ábrázolgatás nélkül. És akkor itt van ez a feladat, amihez meg kell beszélni még a egyéb dolgokat. A hőtan második főtételével kapcsolatban. Egy zárt hengerben falal elválasztva két különböző moláris tömegű gáz található. A falon nyílás nyitva milyen folyamat játszódhat le? Nagyobb moláris tömegű gáz átmegy a kisebb moláris tömegű gáz oldalára. Hát jó, de a másik is át tud menni ugye a lyukon, tehát azért ez kizárásos alapon ez így, mármint hogy nem záródik ki a másik, keverednek. A folyamat során a két gáz nyomása kiegyenlítődik, ezért csak abból a térrészből megy át a gáz a másik oldalra, ahol a nyomás nagyobb volt. Az első rész az igaz, hogy a két gáz nyomása kiegyenlítődik, ugye ahogy összekeverednek, viszont az nem lesz igaz, hogy csak az egyik megy át, mert mi alapján, mi lenne ott, valaki ott elkapkodja ugye a másik részecskéket, hogy te bizony nem mehetsz át az egyik oldalra a másikra, tehát ez nonsens. C. Nem dönthető el, mi történik, mert minden folyamat lejátszódhat, amit az energia megmaradás törvénye nem tilt. Hát az igaz, hogy lejátszódhat minden folyamat, de azért eldönthető, hogy mi zajlik le, minden oldalról mehetnek át részecskék nyugodtan, a másik oldalra is keveredni fognak. D. Visszafordíthatatlan események játszódnak le úgy, hogy a folyamat végén mindkét térrészben lesz mindkét gázban ugyanolyan arányban. Persze, mivel szabadon átléphet egyik gáz is a másikba, ugye eredetileg meg lehetett egy olyat csinálni, hogy az egyik oldalon ugye hoztunk tiszta nitrogént, meg hoztunk mondjuk tiszta héliumot, és akkor abban csak az van, de hát ha már utána összenyitottuk őket, és összekeveredtek, akkor magától soha nem fog az lejátszódni, hogy az egyik tartályba csak a nitrogén pattoghat vissza, a másikba pedig csak a hélium. Jó? Tehát ezt úgy nevezik, hogy a rendezetlensége, vagy fizikában erre a mennyiség az entrópiája megnőtt a rendszernek azáltal, hogy ugye összenyitottuk ezt a két dolgot, és akkor a rendezett állapotból, vagyis hogy nitrogén bal oldalon, hélium a jobb oldalon például, lett egy katyvasz mindkét oldalon,
És akkor, na most ebből válogassuk már ki megint a nitrogént meg a héliumot, ugye, hogy visszaálljon az eredeti állapot. Hát nem fog visszaállni magától, az biztos. Tehát vannak olyan folyamatok a természetben, amelyeket, tehát a D a helyes, olyan folyamatok, amelyeket a természet törvénye az nem tilt, viszont mégsem fognak fordítva, vagy hogy lejátszódjanak fordítva is. Természet törvénye nem tiltja, viszont a valószínűsége annak, hogy ez fordítva megtörténjen, annyira elhanyagolható, hogyha nagy számú részecskékről van szó, és általában a makroszkopikus világon ugye nagy számú részecskékről van szó, hogy elhanyagolható. Tehát a rendezetlenség mértéke, vagy az entrópiája az ilyen egy zárt rendszernek soha nem csökkenhet, csak nőhet, vagy esetleg állandó marad. És akkor erre akarnék mutatni itt egy ilyen kis érdekes dolgot, hogy hogyan lehet elképzelni ezt az entrópiát, meg hogy miért van az, hogy valamelyik állapot nagyobb valószínűséggel fog megjelenni már alacsony számú részecskéknél is, mint a másik állapot, és ugye nagy számú részecskéknél, tehát 10-23-on viszont vas szabály, tehát nagyon jó pontossággal fognak teljesülni ezek a statisztikai törvények. Tehát a hőtan második főtitelének a másik megfogalmazása az az, hogy zárt rendszer entrópiája soha nem csökkenhet, csak nőhet, vagy esetleg állandó maradhat. Ha állandó marad, akkor az a folyamat az megfordítható. Például egy rugalmas ütközés, amikor ugye nincs energia veszteség, akkor egy rugalmas ütközést visszafelé megnézve nem látjuk furcsának, ugye, mert megfordítható. Nem változik az entrópia. A rugalmatlan ütközés, ahol viszont maradandó deformáció van, hő átadás esetleg, felmelegednek a ütközés miatt a testek, azt visszafele megnézve már nagyon furcsa lenne, ugye, hogy a semmiből is szétpattannak egymásba. Tehát ott már entrópia növekedés volt, és ezért visszafele nem játszódhat le, mert akkor a legnagyobb zárt rendszernek, a teljes univerzumnak ugye, az entrópiája az soha nem csökkenhet. Hát az átrendszert ugye mindig úgy kell növelnünk, hogy benne legyen minden, ami kölcsönhat azokkal a testekkel, amik érdekelnek minket. Hogyha nem tudjuk így elképzelni, hogy mi lehet az az átrendszer, akkor azt mondjuk, hogy a legnagyobb átrendszer ugye a teljes univerzum. Annak mindenképpen nőnie kell az entrópiájának, bármilyen folyamatot is nézünk. Na, nézzük meg, hogy mi az entrópia. Ehhez képzeljük el, hogy van itt nekünk, hát most nem fog el azon 10-23 darab gáz atomot, vagy részecskét, de legyen ugye 4 darab. Azért már 4-féle színen van. Itt egy atom. Itt egy atom. Itt egy atom. Meg még egy. Na, ez az első makroszkopikusan megfigyelhető állapot, most leegyszerűsítve olyan dolgokat, tehát makroszkopikusan megfigyelem, hogy ennyi részecske van a bal oldalon. Jó? Mondjuk tegyük fel, hogy ezért be van zárva, mit tudom én. Tehát mondjuk lehet látni, hogy kevés részecske van, akkor azért lehet, hogy visszapattanna, vagy ha mondjuk lenne egy hélium atomunk, meg egy nitrogén molekulánk, és akkor úgy csinálnám meg ezt az előző feladatot, hogy összenyitom, akkor ugye nem kéne sokat várni, hogy megint az egyik itt legyen a másik ott. Tehát ennek tényleg csak úgy van értelme, hogy nagy számú részecske van. De már itt is fogunk valamit észrevenni. Tehát ezt úgy hívjuk, amit makroszkopikus mérésekkel meg lehet állapítani, hogy makro állapot, vagyis hogy hány darab részecske van a bal vagy a jobb oldalon. Ezt meg tudjuk mérni. Na most nézzük meg a következő lehetőséget, hogy ezek közül a részecskék közül egyet átviszek a jobb oldalra. Legyen még a fekete, ha már kezembe van. Jó, hát most nem pont ugyanúgy rajzoltam, de ez nem lényeg. Tehát
ide írom akkor ezt az első fogalmat, ami makró állapot. Hány részecske van az egyik másik oldalon? Hát végül is vagy a nagy ennet, vagy a kis ennet, ugye azt úgy meg tudjuk mérni, az egy állapot határozó. Na de, képzeljük el, hogy alapállapotban lévő hélium atomokról van szó. Mindegyik alapállapotban van. Rendben van, én most egy különböző színnel rajzolgattam meg őket, de ha megcserélünk kettőt, most ezeket hagyjuk, de itt megcserélek kettőt, ki fogom tudni azt mutatni? Makroszkopikus mérésekkel? Hát nem. Mert ugye egyik hélium atom meg a másik között nincsen különbség. Ezért aztán az összes olyan lehetőség, amikor a fekete helyett a zöld, vagy a kék, vagy a piros van a másik oldalon, az ezzel a makroállapottal azonos. Ezért aztán itt már mindjárt négy van. Három az egyhez. Ugye? Itt van nekünk egy négy nullánk. Itt van egy három az egyhez. És akkor a másik fogalom az a mikroállapot. Mert hát azért látszik, hogy meg van cserélve két atom. Tehát ha valaki mikroszkopikusan tudna nézelődni úgy, hogy tényleg megkülönbözteti az egyes atomokat, akkor ezt észrevenné, de ugye ez számunkra nem lehetséges, tehát ez, hogy melyik részecske van melyik oldalon. Konkrétan. Előzőnél csak, hogy hány darab, ennyit tudok max. Mikroszkopikusan viszont annak is van értelme természetesen, hogy melyik van ott. És akkor mindjárt látjuk, hogy ez már négyféleképpen megvalósulhat, mert ugye a három vagy a négy különböző szín az bármelyiket átvértem. És akkor természetesen most nem csinálom meg az 1-3-at meg a 0-4-et, mert az ennek lenne a tükrözése, ugye csak a másik oldalra, de az a rész, amikor a 2 a 2, azt még azért nézzük meg, mert érdemes. Oké, most akkor minden lehetséges módon le kell rajzolnom, hogy 2 itt, 2 ott. Hát mondom, 3 lehetőség lesz, hogy a itt legyen, vagy ott legyen ennek. Akkor ennek is lesz 3 lehetősége. Itt legyen, és a maradék háromnál meg itt. Jó. Akkor ez már itt, 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 akkor itt meg már itt, itt, meg itt. És akkor a maradékot kitöltjük a pirossal. Remélem nem csináltam valami furcsaságot. Lehet látni, hát jó, már először csinálom, tehát egyből tudtam, hogy 6 meg, hogy milyen a legeffektívebb módja a lerajzolásának. Vagyis hát nagyjából emlékeztem. Tehát lehet látni, hogy ez az állapot, amit én mérni tudok, hogy ennyi van, mind az egyik oldalon van, és semmi nincs a másik oldalon, az egyféleképpen valósulhat meg.
Erre azt mondjuk, hogy ez az állapot összeg. Állapot összeg. Z. Hányféleképpen valósulhat meg egy makroállapot? Hányféle mikroállapot adja az adott makroállapotot? Makroállapotot. Hát itt ugye egy, négy. Hát ez most egy nagyon egyszerű múlicka példa. Itt meg már hat. Négy, egy. Józan paraszti észre akkor, ha ezt így magára hagynám, és ránézek, melyik állapotot látnám ugye legnagyobb valószínűséggel? Hát ezt, ami egyenletesen vannak ugye eloszolva a részecskék. Egyik meg a másik oldalon. És akkor a nyomás is szépen kiegyenlítődik, meg minden. Mondjuk ennyi részecskére nyomást definiálni, hogy hülyeség lenne, de akkor is. Tehát már itt látszik, hogy ugye ennek hatszor annyi a valószínűsége, mint mondjuk ennek, pedig még csak négy részecskék van, és képzeljük el 10-23-nál, ez így menne le, de ez maradna egy. Ugye, hogy mindegyik az egyik oldalon van, az mindig csak egyféleképpen valósulhat meg. Tehát ezért nem lehet az, hogy összenyitok egy tartályt az üressel, aztán visszajön mindegyik részecske, ugye, amikor nagy szám van, mert hát ahányszor megvalósulhat, vagy amilyen, amennyi féleképpen, annál nagyobb akkor a valószínűség ennek. Ennek egy. Na és akkor itt jön be az entrópia, hogy mennyire rendezetten az állapot. Minél több féleképpen megvalósulhat, annál rendezetlenebb. Ugye, egy könyve napjait sokféleképpen lehet összekeverni, viszont rendbe tenni csak egyféleképpen. Ezért aztán ugye az entrópiája, hogyha feldobom a könyvet, lapjait, akkor természetszerűleg nőni fog az entrópiája, vagyis a rendezetlensége, nem pedig csökkenni. Ha valaki kíváncsi, hogy az entrópiát hogy kell kiszámolni, ez az entrópia, vagyis rendezetlenség mértéke, ez egy fizikai mennyiség, úgy kell kiszámolni, hogy a polcon állandóval meg kell szorozni a logaritmusát ennek az állapot összegnek. Na vajon miért kell a logaritmusát venni? Hát mert az lehet, hogy itt 60, de hogyha 10-23-on részecske van, már a 10-23-on sok, nemhogy ez, hogy hányféleképpen lehet egyik más, mert minden permutációját a részecskének az külön mikroállapot lenne. Tehát ez egy brutál szám ez az éj, ezért aztán még a logaritmusa is nagy lesz. Oké? Tehát ez a Boltzmann állandó, az a K, az a Boltzmann állandó, az a 10-23-on, még azzal is ilyen elég nagy számok fognak kijönni egy ilyen rendszerre. Hát most ez egy leegyszerűsített tárgyalás, de talán a lényeget megértjük. Tehát minden egyes mérhető makroállapot többféleképpen megvalósulhat, hogyha a részecskék szintjére lemegyünk. Ezért aztán amelyik többféleképpen megvalósulhat, az nagyobb valószínűségű lesz, nagyobb entrópiájú lesz. Esetleg még annyit, tehát akkor van entrópia változás, ha egy rendszer kőt kap, mondjuk tegyük fel, hogy állandó hőmérsékleten, ha hőt kap egy rendszer, akkor az mondjuk egy ideális gázzal töltött tartály, akkor az entrópia változás, ha kap hőt, akkor pozitív lesz, ha lead hőt, akkor negatív. Természetesen, ha egy körfolyamatot nézünk, akkor a kapott leadott hő összességében ugye visszajutunk ugyanabba az állapotba, tehát ha a körfolyamatot nézünk, akkor a teljes entrópia változása magának a gáznak nulla, viszont összevéve az egész környezettel is pozitív lehet csak, vagy hát nulla lehet, de akkor ugye mindegyik adiabatikus folyamatnak kéne lenni, hogy nem volt Q. Tehát az meg ugye egy spanyol, hogy elmegy adiabatikusan, megy vissza. Elmegy vissza, tehát az nem lenne egy tényleges körfolyamat, csak egy oda-vissza folyamat. Ha jól mondjuk hivatalosan lehetne visszamegyően oda, de
Tehát, ha kiszámolom a Q-t, mondjuk egy izoterm állapot változásnál, és megvan, hogy mennyi volt a hőmérséklet ugyanannál az izotermnél, akkor ki tudom számolni az entrópiát. Ha nem izoterm a hőmérséklet változás, akkor darabonként kell nézni, már úgy bonyolódik a helyzet, ugye, mert ahogy folyamatosan változik a hőmérséklet, folyamatosan kellene az entrópia darabkákat összeadogatni, úgyhogy azt inkább hagyjuk. Viszont ezt föl lehet használni a előbb, ami volt, ugye a 1 minusz T1 per T2-es Carnot körciklusnál, mert az entrópia változásokkal, ugye ahol adiabatikus folyamat van, annál a kettőnél nincsen entrópia változás. A másik kettőnél pedig Q fel per T és Q le per T. Q fel per T2, ugye ez a nagy hőmérsékleten veszi föl, akkor ez ott nőni fog. Amikor viszont csökken, most ez is pozitív akkor ugye, az meg akkor a Q le per T1 lesz. Tehát, amikor a meleg hőtartálytól nagy T2 hőmérsékleten felvesz hőt a rendszer, akkor megnő az entrópiája, az adiabatikus folyamatok közben nem változik, és amikor pedig lead hőt a alacsonyabb hőmérsékleten, mert izoterm folyamat közben adja le, tehát T egy állandó hőmérsékleten adja le, akkor itt ezt ki lehetünk számolni az entrópia csökkenést, hogy leadott per T egy. Viszont ennek a kettőnek egyenlőre kell lennie, mert ugye egy körfolyamatra az nulla, ugye? Az entrópia az az állapotot jellemzi, tehát ha visszajöttünk ugyanabba az állapotba, magának a rendszernek, tehát a munkagáznak az entrópiája, az a teljes változása nulla. Tehát emiatt aztán, hogyha a Q nőből, most ez akkor pozitív, akkor ezt levonom, hogy a csökkenés, tehát egy abszolút értékbe képzeljük el, ez a kettő akkor egy nulla. És akkor ebből mondhatjuk, hogy ugyanannyit nő az entrópia az egyik izoterm folyamatnál, mint amennyit csökken a másiknál. Jó? Tehát abszolút értékbe. Ezért aztán a Q fel per T2 az egyenlő lesz a Q le per T1-jel. És akkor hogy is volt, hogy a Q le per Q felt kellett írni? Hát hogyha kifejezzük a Q le per Q felt, akkor ugye az jön ki, hogy T1 per T2. Így az entrópiákat is most már felhasználva ennél a Carnot ciklusnál. Jó, tehát de ezt máshol nem lehet így felhasználni, mert nem ilyen egyszerű, hogy adiabatikus van kétszer, ahol nincs entrópia változás, és az izoterm folyamatnál meg ilyen könnyű kiszámolni, hogy Q fel per T2, meg Q le per T1. Jó. Na hát, akinek még megvan az eredeti, hogy 1 minusz Q le per Q fel, akkor az össze tudja így közni, hogy hogy jön ki ebből a, be lehet helyettesíteni a alacsony hőmérséklet per a magas hőmérsékletet, de csak ennél. Oké, nézzük meg még a maradék kis kérdéseket gyorsan. Olyan benne volt a képben legalább, jó, éppen hogy. Na, amikor a kosárlabda a palánkra pattan, hirtelen összenyomódik példánkban, a labda térfogatának 4/5 részére nyomódott össze. Hogyan változik a labdában lévő levegő nyomása eközben? Na most, azt kell tudni, hogy ugye elég hirtelen nyomódott össze, tehát az tudja, hogy nem izoterm állapotváltozás lesz, hanem mondjuk adiabatikus, vagy ahhoz közelítő. Ezért aztán ugye nem a P szer V lesz egyenlő állandó, mint az izoterm állapotváltozásnál, és akkor ha 4/5 részére csökkent a térfogat, akkor 5/4 részére nőne a nyomás, hogy a P szer V állandó, hanem a P szer V a kappodikon lesz állandó, ahol a kappa az mindig egynél nagyobb. Ugye? A két fajhő hányadosa.
Lehet ugye 5/3, 7/5 vagy 4/3. Ezért aztán, hogyha ugye majd már csak az adiabatát elképzeljük, ugye, ha elkezdem összenyomni, akkor hirtelen ebből növekszik a nyomás, mint egy izoterm állapot változásnál, ugye az izotermánál. Azt tudja, hogy nem csökkenni fog a nyomás, ugye, hogyha összenyomjuk a kosárlabdát. De nem 5/4-ére fog nőni a nyomás, hanem jobban fog nőni, ugye, mert ez egy adiabatikus folyamat, hirtelen ebből emelkedik az adiabata, mint az izoterma. Tehát nem kisebb arányban nő meg, hanem nagyobb arányban nő meg, mint az 5/4. Jó? Adiabatikus. Hát vissza lehet lapozni vagy tekerni a videóban. Amikor felrajzoltam azt a Carnot ciklust, akkor volt benne két izoterma, meg volt benne két adiabata. Össze lehet hasonlítani, hogy meredekebbek az adiabaták, mint az izotermák, tehát mindenképpen jobban fog nőni a nyomás, mint az izoterm folyamat esetén. Ideális gáz állapot, tehát egy folyamat kezdetén P1 nyomással és V1 térfogattal jellemezhetjük. A gáz először állandó hőmérsékleten hagyjuk tágulni, majd adiabatikusan összenyomjuk az eredeti térfogatára. Nyomása ebben a végső harmadik állapotban P3. Mit mondhatunk a teljes folyamat során a belső energia delta E megváltozásáról, illetve a P3 nyomásról? Na, először hagyjuk ugye izoterm módon állandó hőmérsékleten hagyjuk tágulni. Akkor a belső energiája az nem változik, mert ha a hőmérséklete nem változik, meg a mennyisége, akkor a belső energia ugye F/2 NRT, se az N, se a T nem változik, tehát az első részben marad a energiája. Viszont amikor összenyomjuk adiabatikusan az eredeti térfogatára, akkor ugye az izotermánál meredekebben fog növekedni a görbe, mert adiabata mentén, ezért aztán a P3 nyomás az tuti, hogy fölötte lesz a P1 nyomásnak. Ugye? Mint az ugyanúgy, mint az előző feladat. Viszont ha fölötte van a nyomás, akkor az egy magasabb izotermát is jelent ott, tehát magasabb hőmérséklete lesz, ezért aztán nőtt a belső energiája. Hát mint amikor a pumpát összenyomogatjuk és fölmelegszik. Pontosan emiatt. Ezért aztán a P3 is nagyobb, mint a P1, és a delta E az pedig pozitív. Igen, az A. Jó, tehát az eredeti P, ezt mondjuk felrajzolom, hogy lehessen látni. Tőlem itt ezt, hogy nagyon szép. Itt egy izoterma. V1-ről engedtük tágulni a V2-re. Jó? Na de aztán nem izoterm folyamat mentén fogom összenyomni, hanem adiabata. Ezért aztán itt lesz a vége. Jó, ez a P2 volt, ugye itt. Itt meg a P3. Ugye itt lenne egy izoterma, meg ez egy másik izoterma, úgyhogy ez az izoterma, ez magasabb hőmérsékletű, mint ez. Úgyhogy magasabb a belső energia. Tehát effektíve növekedett a belső energia. A nyomás az meg szintén nagyobb lett a P1-hez képest. Tehát ez így van. És az utolsó, ha jól látom, még egy ilyen jó kis körfolyamat. Nézzük meg, hogy mi újság. Az A-ben egy ideális gáz körfolyamata látható. A gáz kezdetben az A-val jelölt legnagyobb nyomású állapotban volt. Az állapotváltozások a nyílnak megfelelő irányban zajlottak. Mit mondhatunk a gáz egy teljes periódus alatti hőfelvételéről? Na hát az jó lenne, hogyha ezt tényleg ki kéne számolni, ugye, egy ilyen karikára. Mert hogy se nem izokor, se nem izobár, meg részfolyamatokat egy ilyen görbülő körbe, hogy számolnánk részfolyamatokat. Tehát nem kell konkrét adatot adni. Azt viszont látjuk ugye, hogy magasabb nyomáson lesz kompresszió, és alacsonyabb nyomáson lesz expanzió. Tehát
A gáz ekkor végez ugye pozitív munkát, és amikor meg összenyomjuk, akkor meg a környezet végez pozitív munkát. Tehát ez, ami itt be van zárva, ez a környezetnek a munkája, ez a terület, tehát a környezet pozitív munkájú. Ez egy hűtőgép hőszivattyú, tehát nem hőerőgép, mert akkor fordítva kéne, hogy menjen. Tehát a környezetnek munkát kell befektetnie, a gáz által felvett hő nagyobb, mint a leadott hő, a gáz által felvett hő egyenlő a leadott hővel, vagy a gáz által felvett hő kisebb, mint a leadott hő. Na, ha ez nem hőerőgép, akkor tuti nem az van, hogy a gáz által felvett hő kisebb. Nem. Igen. Vagy hogy van? Akkor tuti nem az van, ha nem hőerőgép, hogy a gáz által felvett hő nagyobb, és még marad ugye hasznos munkára is, és a leadott hő meg kisebb. Tehát nem lehet az A. Nem lehet egyenlő a leadott hővel, mert akkor nem lenne bezárt terület munkára. Akár pozitív, akár negatív, akár a gáz munkája pozitív, akár a környezeté. Ugye, ha a felvett hő ugyanannyi lenne, mint a leadott hő, akkor nem lehetne bezárt terület, tehát munkavégzés. Igen, mert akkor ugye a belső energia változás az, hát jó, mondjuk összességében így is nulla, de akkor egyenlőnek kéne lennie a Q összegségének a nullával, összesítésének. A gáz által felvett hő kisebb, mint a leadott hő. Igen, például a hűtőgépnél. Felvesz egy kis hőt a hideg hűtőkamrából, ahhoz még hozzácsapódik ugye a motornak a munkája, egy ciklusra nézve, és ennek a kettőnek az összegét fogja leadni a konyhának, vagy kinek hol van a hűtője. Jó, tehát ez az utolsó. A C. Felvett hő kisebb, mint a leadott hő. A múltkoriban volt ez a két ábra, ugye, hogy a nagy hőmérsékletű hőtartály, Q fel, szétoszlik hasznos munka hulladékhő, vagy Q le, de ha megfordítjuk, akkor befektetett munka, tehát a gépnek, a motornak a munkája, felvett hő, ugye a hideg hőtartályból, és ennek a kettőnek az összege megy a meleg hőtartályba. Tehát ez most ez az eset, amikor a leadott hő az nagyobb lesz, mint a felvett hő. Jó. Na, akkor jövő héten elektromossággal fogjuk folytatni. Ezzel befejeztük a hőtank meg a gázokat. Ha valakinek bármi kérdése lenne ezekkel az extra dolgokkal, nehogy megijedjen valaki, hogy ilyen mi entrópia, meg állapot összeg. Ezt csak azért mondtam el, szerintem nem egy olyan nagyon komplikált, főleg ezzel az egyszerű Móriczka magyarázattal. Ha valaki ezt megérti, akkor már máshogy tud hozzáállni ahhoz, hogy mi az, hogy hűtőn első főtétel, meg vagy a második főtétel, meg mi az, hogy víz megfordítható folyamat, meg ilyesmi, mert lehet látni szépen, ugye, hogy vannak itt akkor a valószínűségek, mi alapján dönti el a természet, hogy mi valószínű, meg mi mehet végbe egyik irányba, mi nem mehet végbe. Ez mind valószínűség. Ugye a tipsmixen is, hogyha egy meccset megteszek, az még esetleg bejön, de ha már 10-et, akkor annál kevesebb. Na most 10 a 23-on vagy ilyes, tehát ezért van ez, hogy nagy számoknál már egy konkrét törvényszerűséget tudunk mondani, hogy hőt a második főtétele. Jó, hogyha valakinek bármi kérdése, megérzése van, akkor nyugodtan lehet e-mailt írni, és akkor jövő héten folytatjuk. Sziasztok!